Szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy lehet hallani a hangomat, ha már tökéletesen nem sikerült a képernyő valami technikai ok miatt. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Zsidai Renáta vagyok, és nagy izgalommal készültem erre a ma estére. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést a vezetőinknek, és hogy bizalmat szavaztak egy ilyen komoly témában hogy én oszthatom meg ö, számomra mit jelent az, hogy supervisorrá válni és mi a gó supervisor képzés lényege. Várok egy kicsit, hiszen ö, most jutott eszem, hogy a tolmácsoknak időt ö, ö, adok fordítani Mál és én is. Nos Hát mit is jelent igazából ez az üzlet? Én már 17 éve köteleztem el magam a Forever üzleti marketing terve és tevékenysége mellett, és az a jó hír, hogy ez egy olyan vállalkozási forma, ami nem szerencse és a véletlen sikernek az üzlete, hanem ha kitartóan, tervszerűen és következetesen megtervezi az ember a munkát, akkor az eredmények is ennek arányában fognak érkezni. Nem tudom, kérhetek-e valakitől majd visszajelzést, hogy, hogy tudnak-e a tolmácsok fordítani, de nagyon remélem, hogy igen. A legfontosabb üzleti szint, azt gondolom, a döntés után, amikor az ember a kettőpontos üzleti szinttel döntést hoz a marketing terben, és ebben, ennek a vállalkozásnak az egyik mérföldköve számomra, és azt gondolom nagyon sok vezető számára a szupervájzori szint. De hogy tulajdonképpen Miért is? Hát az első, hogy itt érkezik meg az ember egy olyan üzleti formába, egy olyan vállalkozási formába, amikor rájön, hogy nem elég az alkalmazotti gondolkodásmód és hozzáállás, hanem szükséges vállalkozói hozzáállás és vállalkozási szemléletmód is. Úgyhogy én úgy szoktam röviden fogalmazni, hogy itt kell lenned, hogy elhidd, hogy számodra is működőképes ez a vállalkozás. Mindig azt gondolom, hogy az egyik nagy mondat, és okosabb emberektől tanultam, hogy a tehetség hozza a pénzt, de a tudás az, ami bent tartja a zsebben. És a szupervájzori szinten, ha tehetséges az ember, és jó a kapcsolati köre, és gyorsan egy hiteles életet élve gyorsan eredményeket tud elérni, akkor ez lehet egy gyors siker, de itt szükséges a tudás elsajátítása, és ennek a vállalkozási formának, a tudásának a megszerzése, úgyhogy ez a tudás fogja a pénzt tartani a zsebben. Én nagyon sokszor tanítom azt a csapatban, hogy inkább mindenki másolható legyen, és tisztán egyszerűen dolgozzon, hogy túl okos. És természetesen nem véletlen, hogy a szupervájzori szintnél beszélünk erről, hiszen egy olyan zseniális gazdasági terv a Forever Marketing terve, hogyha a szupervájzori szintet jól megtanulja és megtanítja valaki a csapatában, akkor tulajdonképpen az egész marketing terv szupervájzori egységekből épül fel, és ezáltal az egész életünket felépíthetjük. Az üzletünk alapja a négy pont, és ezt ki kell hangsúlyozni, hogy lehet gyorsan szupervájzori szintet elérni, de az üzleti alap az a négy pont, és az aktivitás folyamatos teljesítése. Miért fontos ez? Egyrészt azért, hogy hosszú távon egy üzleti fejlődést tudjunk biztosítani, és hosszú távon tudjunk mi magunk is az üzletben fejlődni, hiszen az aktív négy pont folyamatos teljesítése az megadja számunkra is azt a fejlődést és azt a fajta gyakorlást, ami elvezet egy nagy, stabil üzlet felépítéséhez. A folyamatos aktivitás és a forgalommal kitöltött szupervájzori szint az megmutatja, hogy milyen a hozzáállásunk a vállalkozásunkhoz. Milyen az attitűdünk. Én úgy gondolom, hogy ha megértette mindenki az üzletépítés elején, hogy ez egy vállalkozás, akkor nagyon fontos tudni, hogy hogy természetesen meg kell határoznunk azt, hogy mi a bevétel, mi a, mi a kiadás, és hogyan állunk mi ehhez, és hogyha forgalommal töltjük ki az adott üzleti szinteket, akkor nem kérdés az, hogy meg tudjuk-e teremteni a rendezvényre való belépőket, a termékfogyasztásunkat, és minden mást, ami az üzlet fejlődéséhez szükséges. A rendszeres négy pont és a stabil, még egyszer mondom, forgalommal kitöltött szupervájzori szint, az egy nagyon jó dolog, hiszen önbizalmat fog adni, fegyelmezettséget és elkötelezettségről ad számot, hiszen pontosan tudjuk, hogy a rendszer védelmet ad. És ez a rendszer azért ad védelmet, mert ha egyszer valamit jól felépítünk, akkor ez hosszú távon biztosítékot ad az üzletünk működéséhez. A szupervájzori szint teljesítése mindenképpen vállalkozói hozzáállást igényel, hiszen itt már egy kisebb vezetővé válik az ember, és mindig azt tapasztaltam, hogy az életben nem csak egy marketing tervben, és nem csak egy multilevel marketing vállalkozásban, de mindent komolyabban veszünk, ha valamit adunk cserébe. Ahhoz, hogy egy stabil szupervájzori szint felépüljön, és elinduljunk egyáltalán a vállalkozásban, ahhoz kell idő és az ember az elején a szabad idejéről mond le, kell energia, hiszen plusz energiák kellenek ahhoz, hogy elinduljon valaki a hálózatépítésben. És kell befektetés a saját és a saját környezetünk, családunk szeretteink egészségébe. Úgy gondolom, hogy hosszú távon ez a Forever hálózatépítés és nagy marketing tervének a titka, hogy saját magunkba fektetünk, családunk szeretteink egészségébe, hiszen ez évek alatt és hónapok alatt is már nagyon komoly megtérülést tud hozni. Nagyon fontos, hogy amíg a szupervázori szintre, Dolgozunk és tervezzük, hogy megvalósítsuk és el is érjük, mindenképpen legyen elvárásunk magunkkal szemben. Nagyon fontos, hogy ne külső motivációt és külső motivációs anyagoktól várjuk csak azt az eredményt, hanem meg kell találni magunkban a motivációt, és ki kell választani, hogy mi lesz az az üzemanyag, ami elvisz minket az első sikerállomásig. Nagyon fontosnak tartom, hogy soha ne beszéljünk többről, mint amit már letettünk az asztalra, mint amit már elértünk, és már a milyen tapasztalatokat mi megszereztünk. A hitelesség szupervájzori szintig és szupervájzori szinten, és természetesen utána is az egyik legfontosabb. Mindig csak arról beszéljünk, amit már mi magunk is megtettünk. Soha ne tegyünk hozzá, és ne is vegyünk el belőle, mert hogy legyünk büszkék arra a munkára, amit mi már beletettünk. Az első lépés, hogy valaki jól és ügyesen, szupervájzori szintén növesse a vállalkozását, hogy megismerje a Forever Marketing tervét és a teljes termékpalettáját. Én azt szoktam mondani, hogy nem egyik percről a másikra cserélünk le mindent, de ami a saját vállalkozásunkban, az üzletünkben megtalálható, és a saját vállalkozásunk elindításakor mérlegeljük azt, hogy ami itt megtalálható, azt a saját vállalkozásunkból vásároljuk meg, nem más multiktól, hiszen a saját vállalkozásunk fejlesztéséért csatlakoztunk, és természetesen az egészségünk védelméért. Törekedjünk arra, hogy minél több ö, termékcsaládot megismerjünk és használjunk, rengeteg előny fog ebből származni mert hogy ez egy vállalkozói hozzáállás. Az egyik előny az, hogy viszonylag rövid idő alatt szélesebb termékpalettával lesz tapasztalatunk, és sokkal lelkesebben, sokkal hitelesebben tudjuk ezt átadni. Nem csak egy példát mondunk mindig, például mondjuk a foggélt, hanem hanem látszik az emberen, amikor a külső személyhigiéniás termékeket rendszeresen használja, látszik az, amikor minden nap van termékfogyasztás a belső termékeinkből, több termékről egyszerre tudunk hiteles tájékoztatást adni a csapattagjainknak, azoknak a partnereknek, akik csatlakoztak hozzánk, mert a lelkesedés és a termék kisugárzása az látszik mindenkin, és mi magunk vagyunk az élő reklám a saját vállalkozásunknak. Miért fontos az, hogy folyamatosan jelen legyünk, és a folyamatos aktivitásunkkal támogassuk a saját vállalkozásunkat? Hát ennek a négy pontnak nagyon széles jelentőség, több helyen van jelentősége. Az egyik az, hogy folyamatos fejlődést biztosít, hiszen a négy pont összetétele a saját fogyasztásunk és az új partnerek csatlakoztatása. Új üzleti partnerek regisztrálásával nő a szélességünk, nő az üzletünk, és hát nem utolsó sorban a bónusz juttatás is elindul 5%-kal, és a folyamatos szélesítéssel nem csak a vásárlók, fogyasztók körét növeljük, hanem a csapattagokét is. A saját termékfogyasztást tudjuk biztosítani, és hosszú távon é, ne csak ez a biztosíték, hogy szeret a és a forever termékcsalád szerelmesévé válik, az nem tud lemondani erről a jó érzésről, és nem véletlenül ö, vannak vitál és életmódváltó csomagjaink, hiszen pontosan ezt a célt szolgálják, hogy elköteleződjünk, és mi magunk legyen, legyünk az élő marketing. A folyamatosság egyben stabilitást is tud adni, hiszen egy egyre inkább szűkebb vezetői körbe fogunk tartozni a négy pont folyamatos aktivitásával, és természetesen a szupervájzori szint stabilan tartásával. És nagyon fontos, hogy már ezen az üzleti szinten megtanuljuk és megtanítsuk a csapattagoknak, hogy minden ösztönző alapfeltétele, minden utazás és későbbi ösztönző program alapfeltétele az aktív négy pont. És milyen jó, hogyha ez be van gyakorolva és rutinszerűen megy, hiszen később már nem ez lesz a fókuszban, hiszen ez már hónap közepére automatikusan és gyönyörűen megvalósul. Hosszú távon minden üzleti szinten a kifizetés alapja tartozzanak ide, az igő programok tartozzanak ide, a bónusz programok és minden autóösztönző program és minden ösztönző program, ami a Forever palettáján van. És a leges legfontosabb, hogyha jól begyakorolja valaki, és már szupervájzori szintig ez nagyon profin működik, akkor nagyon szerencsések a csapattagok, hiszen profin fogja tudni tanítani. Mit jelent a szupervájzori szint nagyban? Hogy megtanulunk valamit, csinálunk valamit, megtanítjuk másoknak, és elkezdjük megtanítani, tanítani másoknak. Hiszen ez fogja adni a csapatépítés lényegét, hogy amit mi tudunk, azt jól meg tudjuk tanítani, de meg tudjuk tanítani másoknak azt is, hogy hogyan jól, tudják ők jól megtanítani. És a csapatépítés lényege az a közös tanulás, a közös fejlődés, és egymás támogatása. Enélkül elképzelhetetlen egy stabil, szupervájzori szint működtetése. Mit jelent számomra, és mit jelent vezetők számára még a 25 pont a szupervájzori szint? Hát ez a vezetővé válás szintje, hiszen már egy, egy kisebb csapatot vezet ilyenkor az ember. Ezen a szinten nagyon fontos, hogy ez ne csak egy egyszeri teljesítés legyen, egy egyszeri megvalósult szupervájzori szint, hanem legyen folyamatosan forgalommal kitöltve, hiszen ez fogja adni a bónuszt, a sikereket, az elismerést. Nagyon fontos, hogy önvizalmat fogunk kapni, hogyha ennek a forgalomnak a fenntartására, stabilizálására törekszünk, hiszen ez figyelmet, törődést és fókuszt ad a munkához tudjuk, mit miért csinálunk. Mindig kisebb célokban tudunk gondolkodni, de a kisebb célok stabil megtanulása fogja adni a stabil forgalmat. Önbizalom, figyelem, törődés, fókusz, ez fogja adni a munkát. Ez egy újabb, szűkebb vezetői kör lesz, de minimum az ember törekedjen arra, hogy egy hónap alatt a 12 pont, vagy akár 12 és pont stabilizálódjon, hiszen akkor stabil szupervájzori szinten működik, és ezt fogja tudni tanítani, és gyakorolni, gyakoroltatni a csapattagokkal. A csapatmunka kialakítása az a közös munka és a közös gyakorlás. Nagyon fontos azonban megegyezni, hogy mindenki a saját személyiségét megtartva és a saját tempójában tud dolgozni, és ha a céljait pontosan meghatározza, akkor a napi munkáját ennek függvényében tudja végezni. Fontosnak tartom szupervájzori szintig és szupervájzori szintől is, hogy a részeredmények elismeréséről soha ne feledkezzünk el, kisebb célok elérésével újabb célokat és motivációkat kaphatnak a csapattagjaink. Lehet például ilyen az új regisztrációk száma elismerjük, ha valaki regisztrál a csapatban az adott hónapban, és mindenképpen a négy pont folyamatos teljesítőket, szupervájzori szint forgalmi fenntartását, ezeket mindig ismerjük el, hiszen ezek a rész elismerések fogják adni az, hogy valaki egy igazi, stabil, igőmenedzseri szintet tudjon felépíteni, hiszen ha a szupervájzori egységek tanulása és előkészítése, megtervezése jól van kialakítva a csapatban, és ez a tudás át van adva, akkor szupervájzori egységeket építünk mindannyian, minden üzleti szinten és minden vezetői szinten. Ezt a vállalkozási formát, amit network marketingnek hívunk, és hálózatépítésnek hívunk, vezetőknek találták ki, akik vezetőkké tudnak válni, és tudnak másokra lelkesen, Szenvedéllyel erről az üzletről, vállalkozási formáról, termékcsaládról beszélve, ö, lelkesen és szenvedélyesen beszélni. Vezető nélkül nincs hálózatépítés, hiszen mindig kell valaki, aki előre megy, és szoktuk mondani, hogy nekünk megfelelő minőségű és mennyiségű vezetői gárda van Magyarországon és a régióban, hiszen sok gyémántal rendelkezünk, fantasztikus példamutatás van. A vezetői szinten, és én úgy gondolom, hogy a network marketinget, ha mindenki jól és szívvel, lélekkel megérti, hogy ez egy közösségépítés, ami minden szinten, üzleti szintől függetlenül, emberek- emberek között hidakat építünk, és ha valaki a közösségépítést jól csinálja, akkor nem, hogy a szupervázori szint lesz a végeredménye, és sok szupervázornak fog tudni segíteni, hanem az menedzser menedzseri szint, a stabil 60 pontos üzleti forma, a Chairman's Bonus, az autóösztönző program, és természetesen minden ösztönzőre való minősülés lehetősége ö, ad ö, megadatik. Ez egy olyan vállalkozási forma, ahol egy munkáért mindig többszörösen vagyunk elismerve, és többszörösen vagyunk kifizetve. Én arra biztatok mindenkit, hogy a szupervájzori szint legyen egy állomás, de tanulja meg jól megtanítani, tanulja meg jól megcsinálni, és napi szinten konzultáljon a szponzorával, a szponzorvonalával, amikor a szupervájzori szinten dolgoznak, hiszen folyamatosan kell a megerősítés, folyamatosan kell a kontroll, és folyamatosan kell, hogy valaki motivációt és külső lelkesedést és lelkesítést is tudjon adni, amikor néha az ember úgy érzi, hogy feladná. Én mindenkinek kívánok nagyon klassz, szupervájzori, üzleti szint építést, épülést, de leginkább azt kívánom, hogy mindenkinek nagyon sok sikeres, stabil ígül szupervájzori üzlete legyen, ami számunkra azt jelenti, hogy egy szupervájzor forgalommal, forgalmi szinttel van megtöltve, és a forgalom természetesen stabil, és ha stabil szupervájzori üzletek vannak a vállalkozásokban, akkor nagyon sok igül menedzser és nagyon sok bónuszos menedzser fog kinőni a csapatotokból. Ehhez kívánok nagyon sok sikert, szép eredményeket, és remélem, hogy egy-két gondolattal vagy egy-két ötlettel gazdagítottam mindenkinek a tudását. Elnézést a pár perc csúszásért. Ö, technika próbált kifogni, de úgy gondolom, hogy amit szerettem volna, azt továbbadtam mindenkinek. További szép estét, és nagyon szép sikereket kívánok mindenkinek!